Sziasztok, egy újabb mérföldkőhöz ért el a csatorna a 20 000 támadóhoz. És ezt a lankadatlan figyelmet, amit tőletek kapok, ezzel a videóval hálálom meg. Kalandpálya temető. Ebben a videóban olyan kalandpályákat mutatok, amiket korábban elkezdtem, van amelyiket évekkel korábban, és valami miatt nem folytattam, és most már biztosan nem is fogom befejezni. Étterem. Ennek az volt a címe, hogy étterem, igazából ez nem a végleges címe, csak így magamnak íraktam félre, ugyanis ez arról szól, hogy egy étteremben dolgozunk, mi vagyunk a, hát egyszer a felszolgálók és a szakácsok is, tehát olyan éttermes játék, nem tudom, hogy hívják azokat. Itt van a pult, itt jelentek meg volna a falusiak, a táblákra lett volna kiírva, hogy milyen kaját kérnek, és aztán össze kell készíteni, vagy el kell készíteni. Itt vannak a konyhagépek, mit tudom én, itt mik vannak, itt vannak a sütők, a tűzhelyek, ez mi, ja, itt öblíteni kell, igen, úgy lett volna, hogy nem csak úgy odadobjuk a kaját, hanem tányért is kell lerakni, és miután megették, akkor koszos tányért kapunk vissza, és azt itt el kell öblíteni. Aztán facsarók, ide recepteket lehet kirakni, vagy lehetett volna kirakni, erre még emlékszem. Itt szeletelők, igen, habverők, igen, az látszódik, hogy két nyelvre készült a pálya. És van hozzá resource pack, ami szerintem, de be van rakva, itt látszik, pár le van cserélve. Aha, ez volt egyébként az első resource pack-es pálya, ezen kísérleteztem először, hogy mit és hogyan lehet. Hát csak aztán ugye nem jelent meg, az első, ami meg is jelent, az ugye Inosight volt utána. És itt vannak még ilyen italautomaták, kóla, meg narancslé, meg bor, meg víz. Igen, és akkor gyűjtögettük volna a pénzt, a pénzből gépeket lehetett volna még menni, hogy gyorsabban tudjunk főzni, meg azt hiszem új recepteket is, és akkor ugye azt szerint jöttek volna a vendégek. Elég sok reszton elkészült már. Hogy is van? Ez a része, tudom, hogy itt, igen, azért felel, hogy itt megjön a falusi, ez itt a várakozásért felelős rész. Nem tudom már pontosan mi hol van, szerencsére vannak itt ilyen kommentek. Hú, van itt egy ilyen képlet is. Csak nem tudom már mire volt ez a képlet. Csí. Így nehéz róla beszélni. Igen, itt sorsolt falusit. Ezek szerintem a receptek lesznek. Aha, amiket a sütőben lehet elkészíteni, meg a tűzhelyen, és így tovább. Most megpróbálok egyet így bedobálni. De... csak már nem emlékszem a receptre, az a baj. Aha, itt command blokkokkal van szépen felsorolva. Értelmesebb lenne test for blocks-szal, az volt az egyik terv a végén, hogy már lecserélem. Ilyen hosszú parancs helyett, ez egy test for... Nem ez a test for block. Akkor ez a test for block. Aha, ez egy test for block, tehát hogy milyen recept van benne, illetve hogy ez a recept van benne, de értelmesebb lenne ugye összehasonlítani egy összerakott sütővel. Csak aztán jött az InnoSybe, utána nem tudom mi jött meg, szerintem utána jött a visszajövőbe, szóval ez így mindig tolódott, aztán egyszer csak így kimaradt. És akkor most már nem valószínű, hogy folytatom, hát főleg azért is, mert már elfelejtettem, hogy miket terveztem, valahol biztos egyébként még papíron megvannak a tervek. Ja, de akartam mutatni egyet, hogy egyébként ez működik, elvileg. Közben megtaláltam pár receptet, illetve megtaláltam az eddig elkészült recepteket, majd bevágok pár képet, hogy milyen tervek voltak, meg a füzetben is megtaláltam, fel van írva egy csomó ilyen hozzávaló, meg félkész kaja, meg kész kaja, és a paradicsom leves néztem ki, és ez valahogy úgy volt, hogy ide vizet kell rakni, így a paradicsomot, és így a hagymát. Na. És ha megnyom a gombot, akkor kell ennek egy kis idő, amíg elkészül, tehát lesz majd elvileg egy ilyen időzítős. Aha, ott van hátra lévő, és akkor ez így szépen megy. Valamelyik videó elején egyébként látható volt egy ilyen kis promózás, csak hát azóta nem lett bele semmi. És elkész, akkor effekt is van, és hát igen, ennek még nincs lecserélve a textúrája, úgyhogy egy vasásót kapunk paradicsomleves helyett.
Ja, sok meg volt belőle, tehát a jól emlékszem, meg volt azt csinálva, hogy elindítom a sorsolást, lerak egy falusit, és azt kéri is a kaját, és ha odaadom neki, akkor aztán tényleg megeszi, és visszaadja a koszos tányért. Mármint a megevés alatt azt értem, hogy elindul ez a késletet, és megint csak egy időzítő. Így azt szimulálja, hogy ide, amíg megeszi. Ja, meg hát itt is a gépekben elég sok minden van. Itt minden egyes sor, itt látjátok táblázva is van egy-egy recept, tehát lehet csinálni itt ilyen, mi az uborkasalátát, zöldségsalátát, gyümölcsalátát, stb. Ez gondolom a szeletelő lesz, vagy valami ilyesmi. Ja, ez a szeletelő, azzal lehet ilyen összekevert dolgokat csinálni. És akkor ezek elvileg mind kész receptek, tehát egész sok minden volt meg egyébként. De hát azóta már ugye sokkal okosabban is meg lehet csinálni, úgyhogy... Úgyhogy ha egyszer el is készül ez a minigame, tényleg akkor tuti, hogy újra lesz építve. Hadurak! Eredetileg ez a minigame lett volna a 8000-es különkiadásban, aztán jöttek problémák, majd mindjárt elmondom, úgyhogy helyette ugye Doggy Andival a Villager Defenderrel játszottunk. A játék lényege az lett volna, mutatom az arénát, ja itt van alattam, igen. A játék lényeg az lett volna, hogy az egyik játékos a zombikkal van, a másik pedig a vasgólemekkel. Vásárolnak nekik a felszerelés, meg erősítik őket, aztán összeresztik őket. És ugye hát a cél az lett volna, hogy a saját hadsereget nyerjen, és kaptok pontot. Azt hiszem, úgy terveztem, hogy többféle beállítás is volt, hogy minden körül ugyannyit kaptok, vagy a nyertes többet kap, vagy a vesztes többet kap, nem tudom már, tehát hogy így voltak opciók, de a lényeg, hogy ilyen pontokat, vagy pénzt, vagy miket kaptok, és azt, hogy el lehet költeni fejlesztés, hogy még erősebb legyen a hadsereged. Aztán, mikor eljutott a dolog addig, hogy lehessen teszelni, kijött rajta az, hogy hát sajnos nem olyan egyszerűen irányíthatók ezek a mobok, ugyanis a zombik azok van, hogy a játékosra mennek, és nem a vasgólemre, meg az is kijött, hogy a vasgólemek sokkal erősebbek, tehát hiába vettem följebb a zombik erősségét. Valahogy nem. Azt hiszem az is baj volt, hogy agresszívebbek voltak a gólemek, szóval így kísérletezgettem, de így nem sikerült kihozni az, hogy kiegyenlített legyen a küzdelem. Úgyhogy végül ez így félben maradt. Egyébként ennyi van meg belőle. Ez hát megvan a kezdőszoba, már amennyire, tehát ennyire megvan a kezdőszoba, ugye az az aréna, hát ez nagyjából így is néz neki, mondjuk egy kis díszítés ráférne. De ami azt hiszem talán teljesen kész van volt, vagy majdnem teljesen kész, az a bolt. Itt lehet venni. Megpróbálom megmutatni működés közben. Itt egyébként mutatja, hogy a épp aktuális hadseregünk az milyen erős, mennyi van belőle, mennyi az életük, a sebzésük, van-e rajtuk páncél, meg fegyverük van-e. És akkor itt van ez a kis menü. Tehát táblákat kell használni, rányomjuk, hogy harcosok, akkor vehetek plusz harcost. Most ugye szintből kell venni, nem látom a szintemet. Nincs elég szintem, akkor egy pár szintet adok magamnak. És akkor így most már kettő van, látszik. Még mit lehet még itt? Az életet. Most mennyi az élete? Ugye 9 élete van, és ahhoz lehet még most plusz 0 van, de ha veszek egy ilyet, akkor már plusz egy, ez ja, szer 9, aha, igen. Oké, jönnek vissza az emlékek. Fegyvert. Ide effektet lehet rávenni. Ilyet. Ja, ezt magadnak, igen, mert hogy te is lövöldözheted az ellenség katonáit. Szintén bájítal, ami erősíted a sajátjaidat. Vagy gondolom gyengíted az ellenfelét, én nem tudom, ha van sebzés is. Mondjuk az a zombik esetében a gyógyítás, ugye. És az egyéb villámbájítal, meg horgászbot, nem tudom ezek mire jók. Ez a villámbájít az biztos arra, hogy belecsapjon a villám. És akkor kész, hogy megnyomod a gombot, ha mind a kettő megnyomtátok a gombot, akkor oda teleportáltok. Ugyanez van itt a gólemesnél is. Csak itt gólem áll is. És van egy olyan érzés, hogy itt a bájítalnál. Nem, nála is sebzős van. Végül is attól függ, mire használod, ugye. És elvileg ennél is működik, hogyha... Csak már nem látszik, hogyha veszek láncpáncélt. Akkor ugye rajta nem látszik, de írja, hogy láncpáncél van rajta.
zombinál ugye látszik. Páncél, mondjuk neki gyémántot. Csak a látszik rajta, a tíre is. Jó, tehát egyébként nagyjából ennyi van kézből, csak a boltos rész, a köröket azt hiszem, nem tudom, számolja a köröket. Most így hirtelen. Itt még igen, még azt is teszed, hogy vége van-e, hát hogy van-e még élő katona, és az alapján azt hiszem el is tudta dönteni, hogy ki nyer, ugye, hogy zombi maradt még életben, vagy vasgólem. Ja, de nem valószínűleg el fog készülni pont emiatt, mert nem sikerült ezeket így jól kiegyensúlyozni, hogy nem sikerült összehozni, hogy kiegyenlített legyen a küzdelem, és hát szerintem nem is fogok vele szórakozni. Van elég más terv. Head Defense. Ez egy bevédős minigame lett volna, azért ez a címe, mert íme egy ilyen koponyán játszódik, és hát úgy nézett volna ki, hogy a szörnyek azok innen támadtak volna, jöttek volna ezeken a folyosókon, átékos pedig itt ezen az emelvényen állt volna, és ezek az ágyukkal lőtte volna őket, igen, ezek ágyuk akarnak lenni. Különböző lőszerek vannak, van a sima nyílvesző, ez az 5 az ára, aztán van ilyen lassúságot adó, gondolom bájítat lőtt volna, tűzgolyó, gyógyító, hát ugye zombik ellen ez sebez, creeper az meg ugye robban, és akkor gólemet is lehet lerakni, az meg ugye ott elkezdi őket ütni. Nem tudom, amilyen szörnyek lettek volna, ugye ezek alapján valószínűleg a zombik. Minden ágyuknak kétféle lövése van. Ha megnyom a gombot, akkor egyet lő, ha meghúzom a kart, akkor meg folyamatosan lő. Hát, jó, a régi szerkezet lehet, hogy már nem működnek a parancsok. Fogalmam sincs, hogy mikor készült. De úgy emlékszem, az egyik külön kérdés, mintha mutattam is volna, hogy ezt akartam csinálni, csak nem jött össze. Nem tudom már milyen problémák voltak, de arra emlékszem, hogy ilyen technikai akadályai voltak, hogy ezt be tudjam fejezni. Egyébként a kezdőhely az itt a... Na, ott fent mi volt? Ja, csak a takarásra ne igjenek el a zombik. A restaurant az ide bent van, meg a kezdőszoba is. Az így nézett volna ki. Jé, el vannak fordulva a fejek. Biztos valami frissítés miatt. Hát igen, és ennyi. Nem tudom, meddig jutottam, de úgy emlékszem, hogy szörnyeket már rakott le, és mintha lőni is tudott volna még akkor. Nem, sajnos nem emlékszem, ez tényleg nagyon régi már. Zombies must die. Ez a minigame, mint ahogy a címe is sugallja, az Orcs Must Die-nak a Minecraftos változata lett volna. A játékmenet az úgy néz ki, vagy úgy nézett volna ki, hogy itt a trónon ül egy király, egy falusi egyébként, a zombik pedig a pálya másik végéről, innen, ebből a három kapuból jönnek, és hát nekünk meg kell védenünk ugye őt, hogy ne jussanak el oda, vagy leütjük a zombikat, illetve csapdákat építünk. Most volt is ott egy falus egyébként, de nem volt rajta semmi különös, nem volt átnevezve, tehát kénytelen voltam kinyírni, mert spawnerek voltak a pályán, és valamiért megörültek, és elkezdték ezerrel gyártani az entitásokat, és nagyon akadt a pálya, úgyhogy kiütöttem a spawnereket, meg kinyírtam az entitásokat. Fordítva. Kinyírtam az entitásokat, kiirtottam a spannereket. Na, úgy emlékszem, hogy ezt úgy csináltam meg, hogy a csapdákat bárhova el lehet helyezni, de ebben már nem vagyok biztos. Többféle csapdát is legyártottam, emlékszem. Az mi? Iha, még itt is már a kesentítás lehet, hogy van még spanner. Jó, mindegy, maradok ebben a játékmódban, az nem aktiválja őket. Vagy ez így maradt. Hát érdekes, igen, ez is rég készült, azt hiszem 2013 volt a dátum mellette. Ez elég sokat változott a játék, és hát kijönnek ilyenek, hogy aztán teljesen máshogy működik. Megpróbálok talán, bátor leszek, és megpróbálok egy csapdát így aktiválni. Na már ez így gondolom lassítja őket, vagy lehet, hogy ide lávát kellett volna raknia.
Ez is rémlik, hogy vannak ilyen lávások is. Ez gondolom ugyanolyan. Aha. Ez. Aha, és akkor ezért voltak ott a bájítalok, hogy termeli bele. Hát igen, akkor még nem volt blogdata, bőven nem volt. Ez tök jó, de ennél tudom, hogy több csapda van. Vagy volt. Emlékszem, volt olyan, ami fölülről dobott le valamit. Nem tudom, ez itt a pálya mellett van valahol. Szerintem ez úgy volt, hogy volt ennek egy első verziója, azon több csapdát építettem. Igen, és onnan párat átmásoltam ide. Mert hogy ezt emlékszem, hogy volt valami ilyesmi terv, hogy egy előre elkészített elemekből rakom majd össze a pályákat. És akkor szerintem onnan csak ezeket a fajtákat másoltam át. Aha, lehet. Jó, mindegy, szóval ez egy ilyen lett volna, ami miatt megbukott az egész, mert a zombik mindig ugyanazon az útvonalon mennek, ilyen tömött sorokban, úgyhogy az ilyen elágazásoknak nagyon nincs értelme, meg hát szerintem a széles folyosónak sem. Azóta nem tudom, hogy ez változott, de mondom, úgy emlékszem, hogy akkor még ez volt, hogy az összes ugyanazon az útvonalon megy, és akkor hát így valahogy úgy értelmetlen volt az egész. A bolt az nem tudom, működik-e. Megpróbálok venni egy fakardot. Nem tudom. Ja, akkor még tuti számos azonosító volt. Ilyen régi. De a pontod az biztos le volt, de... Aha. Egy pontot lemond. Jó. Ez meg az eladás szerintem. Aha. XP-t el kell adni. Jó, nagyon sokkal többet nem tudok erről a pályáról, tehát ennyit élt meg pár csapdát. Welcome to Firestone. Akik szeretik a Borderlands-ot, azoknak... Na még egyszer. Welcome to Firestone. Akik szeretik a Borderlands-ot, azok már talán sejtik, hogy miről van szó. Ez egy Borderlands-os kalandpálya. Hát egészen pontosan az első részt dolgozta volna fel. Csak hát... más címmel, Welcome to Firestone. Ez a kezdőhely egyébként, itt van az a buszmegálló talán, ahol kirakják hőseinket, ugye, és ez a sziklás vidék, itt az az út, ez szerintem csak azért van, hogy mindig nappal legyen. Hú, akkor még nem volt ilyen game rule, mi? Azt mindegy. Ugye a két kerítés oldalt, hogy ne lehessen kimenni, hát úgy nagyjából hajaz a terep, amennyire tudtam akkor megcsináltam, ugye itt van szemben egy épület, tetején is van láda, arra még emlékszem, föl lehet itt mászni, azt is megcsináltam, tessék, hogy föl lehessen menni a tetejére. Ja. És akkor itt van ez a kapu, ami először zárva van, elhúznak a kocsival, és aztán nyílik ki, a kis claptrap pedig ide bújik el. És hát ennyi van meg az egész pályából, ez a kezdőhely. Szerintem azért maradt félbe, mert igen nagy munka is jöttek ilyen kisebb pályák, amiket szívesebben előre vettem. Úgyhogy ez is így tolódott, aztán egy idő után elfelejtődött, és akkor... Hát így maradt, igen. Ennyi. Steve Lockholmes. Ez egy nyomozós kalandpálya lett volna, mint ahogy azt a cím is egy kicsit sejteti. Ebből készült egy ilyen tutorial rész, egy ilyen nulladik epizód. Akkor még vagy nem volt csatornám, vagy nem foglalkoztam vele annyira komolyan, és csak a fórumon osztottam meg a Minecraft Home Forum előző életében. És rég volt, azt se tudom, hogy volt, de Command Lock az biztos volt. Ja, annak kellett lennie, mert van benne teleport is. Ja, de szerintem ez az eddig bemutatott pályák közül a legidősebb idáig, a legrégebbi terv, ami nem készült el, vagy félkész pálya. Na, szóval az lett volna a lényeg, hogy mindig van valamilyen büntény, amit ugye meg kell oldani. Tadám! És az lett volna benne az érdekes, hogy a Minecraft logikáján belül. Tehát például úgy tudtad volna ellenőrizni, és közben sötétedik, ez egy kicsit zavar.
Tehát úgy tudtad volna ellenőrizni, hogy valaki tényleg mondjuk volt-e horgászni, hogy a horgász botján csökkente a durability, ugye, mert ha használjuk a horgászbotot, akkor az elhasználódik, és ha mondjuk látod, hogy még nem csökkent a durability, akkor rá lehet kérdezni, hogy ohoho, csak nem kamusztál, tehát így értettem, hogy a Minecraft logikáján belül, ebből szerintem semmi restón nincsen meg, csak így a terep úgy, ahogy ez például be sincs rendezve, de szerintem a házak nagy része, vagy egyik se, nincs is berendezve, ez sincs. Hát, hogy mi miatt készült el, a sztori úgy emlékszem, meg a feladatok azok úgy megvolt nagyjából, emlékeim szerint. Szerintem ez is azért nem készült el, mert voltak más pályák, és akkor ez meg így tolódott. Aztán egy idő után meg ugye fejlődött annyit a játék, hogy már egészen máshogy meg lehet oldani. Szerintem előtúrom a tutoriált és belinkelem a videó alá, de ilyen újabb verziókon szerintem nem működik. Már ilyen 1.8 meg 1.7-ben sem szerintem, de meg lehet próbálni. Meg a módszer is egy kicsit elavult már, nem is tudom, hogy volt. Táblára kellett írni a kérdéseket, vagy... Nem, csak tárgyat kellett megadni, és a tárgynak az azonosító számát kellett beírni, valami ilyesmi. Tehát, hogy rákérdezel arra a tárgyra, és akkor aztán arra valamit mond a karakter, vagy nem. Valami ilyesmi, és akkor ki lehetett logikázni. A tutoriálban azért még végig van segítség, végig van kommentezve, hogy most mit kérdez meg, mire kéne gondolni. Szóval ez egy ilyen lett volna, nem készült el, hát nem tudom, talán egyszer majd újra belevágok, azért érdekes lenne egy nyomozós pálya. Kadocsa kincse. Ha minden igaz, ez a pálya még az előzőnél is régebbi, most így a pályák második felét egyszerre másoltam be, és elvileg időrendben vagyunk, szóval az utolsó lesz majd a legrégebbi. Nem tudom, ezen 2012-es dátum van, ha lehet neki hinni, akkor kezdtem el. Annyit kell róla tudni, hogy ez egy olyan parkour, de a könnyebb fajta parkour, tehát nincsenek benne nehéz ugrálások, itt a hangsúly inkább azon van, hogy megtaláld az útvonalat. És azt is tudom, hogy itt vannak ezek a glowstone-ok. Most valahol itt messze, szerintem nem fogok odáig elmenni. Mindegy, itt messze valahol van egy falu megépítve, és ezeket a glowstone-okat követve kell eljutni ide, mert hogy a történet valami olyasmi volt, hogy egy szegény kis faluban vagyunk, vagy csak egy szegény családban vagyunk, és mi, mint a legidősebb vagy legifjabb fiú, nem tudom már, szerencsét próbálunk, és egy legendás kincs után elindulunk. Ez a kadocsának a kincse. Igen, ez egy név. Zárva máshogy kell bejutnom, itt mindenképp ments egyet. Igen, és akkor csatornán keresztül lehet bemászni, így emlékszem. És akkor itt ugrálni kell, itt ugye egyet kell ugrálni, ahol többet kell, ott van hely neki futni, tehát tényleg nem nehéz parkour. Itt is át kell így ugrani. Itt mindig egy útvonal van, ugye úgy van megcsinálva. Itt kijövünk, és akkor itt a épületekben is lehet ugrálni. Illetve kell is, ugye meg kell tárni az útvonalat. Szerintem erre kell utána, itt föl, itt be a tetőn, meg itt le. Valami rémlik egyébként, szerintem meg tudnám találni. Vagy hogy itt pont ki. Talán. Azt tudom, hogy még valahol vissza kell menni. Hopp, egy easter egg. Gratulálok, talált egy titkos szobát. És egy arany. És igen, minél több aranyt össze kell szedni. Ugye, hát elvileg a kincsért is jöttünk, úgyhogy nem tudom, hogy a végén lett volna-e. És ezek csak bónuszok. Itt is van egy ilyen kis ugrálós terem. Hát jó, már én sem emlékszem. Én sok mindent... Kiestek a képjeletek. Sok mindent elfelejtettem a pályáról. Az játék már úgy megvan. Csí. Hogy mi miatt nem készült el, szerintem ugyanaz, mint a többi, hogy voltak más pályák, hogy egyszerre több pályát csináltam, és akkor valami elkészült azokból, hát is ugye van, ami meg így tolódott, aztán így kimaradt. És ez is egy ilyen, tehát ilyen könnyed ugrálós pálya lett volna.
szerintem már nem fog ezzel készülni soha. Hogyan legyél szuperhős? Oké. És végül az a pálya, ami elvileg a legidősebb ezek közül a félkész pályák közül, 2012. 4. hó 4 volt a dátum rajta, nem tudom ez mennyire igaz. Szóval elvileg ez a legrégebbi. A vicces benne az, hogy ezt a pályát hát elvileg már többször is láthattátok. Az egyik a Valentin napi malacos videóban, mindjárt megkeresem azt az utcát. Ja, pont itt felette vagyok. Valahol innen indulok, ugye, és itt végig szaladok. Itt le, abban a házban elbújok, aztán itt végig, arra el, nézzétek meg a videót. De ez az az utca, illetve a házakat már pár kalandpályában fel is használtam. A Fantasztikus Kalandok 2-ben tutira. Még miben? Nem tudom, most írta nem jut eszembe más. Abba biztos vagyok, onnan... Na, oda másoltam ki a legtöbbet innen, én úgy emlékszem. De rémlik, hogy más pályában is másoltam innen. Na, de a pályáról, szóval ez egy olyan pálya lett volna, hogy egy ilyen szuperhős képzőbe, vagy szuperhős iskolában vagyunk, vagy onnan indulunk, és ami egyébként itt van. Csihű, hát igen, látszik, hogy régi, ugye az ajtókat rosszul kommentált át. Innen indulunk, ez a terem, és akkor az lenne a lényeg, hogy kijövünk az iskolából, és az a feladatunk, hogy segítsünk embereknek, amiért plusz képességeket tudunk aktiválni, ha itt egy ilyen terem, vagy egy ilyen épület, ez itt, és ezeket a karokat kellett meghúzni. Szerintem mindegy küldetésre tartozott volna egy kar. Ez szerintem csak egy kuka. És itt ezekben a teremben lett volna jutalmat fakar. Itt például kaptunk volna egy törhetetlen, majdnem törhetetlen fakardot. Mostantól széttörheted a playbookokat. Igen, meg ilyesmi. Tehát így ilyen képességeink lettek volna. Hát akkor még bőven nem volt kalandmód, meg nagyon sok minden nem volt. Tehát nem tudom, mi volt az épp aktuális verzió, akkor elvileg 2012-ben készült. És akkor itt készülgetett ez a város. Küldetés szerintem konkrétan nem csináltam meg, csak tervek voltak, hogy majd milyen küldetések lesznek. Itt van egy fodrász. Lesz berendezve sincsenek az épületek. És hát jó sok épület megvan, igen. Egyébként a város is ilyen részekre van osztva. Most nem mondott komolyan. A város is részekre van osztva, azt tudom. Tehát... Például itt is látszik, hogy le van zárva. De itt van egy aranyért. Szerintem ez az lett volna, hogy aranyértre mostanában rakasz le kart, és akkor ki tudod nyitni ezeket az ajtókat, én azt tippelem. Itt is van valami egy gyémánt érce, hát a reston fákjából kiindulva gondolom arra meg restont rakhatnánk le, és akkor ez a városrész is feloldódna azzal. Gondolom itt meg gyémántot tudnánk jutni, tehát így mindig más módszerre vannak lezárva. Arra is emlékszem, hogy van egy rész, itt, hoppá, itt le lehet mászni a csatornába. Jaj. Itt is ez a gyémántérces képesség. És itt le lehet jönni. És itt van egy ilyen, hát nem is tudom, városrész vagy kerület. És itt is van egy ilyen terem. Ahhoz, hogy kijussunk, meg kell csinálni küldetéseket. És akkor fel lehet menni. Ide vezet vissza. Hát ezek valószínűleg mind üres épületek. Hogy mi miatt nem készült el, szerintem megint csak a szokásos. Voltak más pályák, amik rövidebbek voltak, úgyhogy azokat előre vettem, és akkor ez mindig csak tolódott, stb. Tehát ugyanaz, szerintem. És szerintem már többet nem is fog elkészülni. Már megint csak annyit változott a játék, hogy nem is lenne értelme folytatni, mert... Hát mondjuk föl lehet használni a terepet, tehát mondjuk ebben pont nincs reston. De hát végülis eddig is ezt csináltam, hogy lopkodtam innen az épületeket. Jó, így a végére azt gondoltam, hogy felrakom ezeket a kalandpályákat, meg lehet nézni. Nem tudom igazából mire lehet használni. Esetleg díszítés ötletek már, ahol valami van.
Ez egy érdekes emeletes ház szerintem. Szóval esetleg annak lehet használni, a, mi volt a címe, a Zombies Must Die-ból ki fogom ütni a spawnert, mert az nagyon, nagyon bugos, tehát hogyha fölmentek, elkezdik folyamatosan gyártani az entitást, úgyhogy azzal nem lesz gond. De valószínűleg nem is fog működni egyébként tökéletesen az a szerkezet. De hát ezektől már nem is lehet elvárni. Jó, tehát ezek voltak a félkész pályáim, amiket megtaláltam, nem tudom, most így egyébként eszembe sincsen most így hirtelen, ami így hiányzott volna, de tudnék róla. Szóval még egyszer köszönöm, hogy már 20 000-en támadtok engem, találkozunk a következő videóban, a kézikönyv óvjon.